Az iskolakezdés biztonságáról, illetve az iskolás létbiztonságáról fogunk beszélgetni Dobos Ágnessel, aki a Közterület-Felügyelet 6. kerületében az osztályvezető. Tisztelettel köszöntöm, kedves Ágnes! Nem olyan rég találkoztunk itt a stúdióban, akkor a Közterület-Felügyelet munkáját mutattuk be, általában ami igen szerteágazó, azonban most a tanév kezdéskor önök is készülnek megvédeni a gyerekeket, az iskolába érkező gyerekeket. Szükség van erre? Én azt gondolom, hogy mindenképpen, hiszen a nyár egy felszabadulást hoz a gyerekek számára, a szabályoktól egy kicsit mentesebb életet, és vissza kell szokniuk a megszokott szabályokhoz. A szabályok azt gondolnám, hogy talán könnyebbé teszik azt, hogy fegyelmezetten éljenek, és kevesebb baleset érje őket, vagy csak kevesebb veszély érje őket. Azonban tudjuk nagyon jól, az iskolák környéke nem annyira balesetmentes. Nézzük meg ezt több szempontból. Egyszer út szempontjából, átkelés szempontjából, és egyszer egy teljesen másik oldalról. Közlekedés szempontjából szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeket megtanítsuk arra, hogyan kell biztonságosan közlekedni. A kijelölt átkelőhelyeket használják, ne rohanjanak, főleg autók között ne szaladgáljanak ki, hiszen a gépjárművezetők nem tudnak olyan mértékben figyelni rájuk, hogyha kiszaladnak két gépjármű közül. Én azt gondolom, hogy a szülők felelőssége itt nagyon nagy, hogy erre a gyermekek figyelmét mindenképpen felhívják, és megtanítsák őket arra, hogy bizony a piros lámpánál meg kell állni, sőt, még akkor is körbe kell nézni. Egyébként, hogyha már erről szólunk, akkor a szülőket is fegyelmezni kell egy kicsit, mert nagyon sokszor ugye megállnak. Elviszik az iskola közelébe, ott azt mondják, hogy na, jól van, fiam, szálljál ki, mert itt most hirtelen meg tudok állni, és aztán tényleg átrohanhajt a gyerek. Rengeteg példa, baleset volt már ilyen meggondolatlan lépésből. Azonban a Közterület-Felügyelet most segítő kezet nyújt minden iskola mellett, legalábbis szeptemberben. Hogyan? Ez így van. Ez egy eléggé meghatározó munka számunkra minden szeptemberben, és itt több szervezettel, így a rendőrséggel és a polgárőrséggel közösen már azért egy hónapja készülünk arra, hogy lassan azért iskola kezdődik. Megbeszéljük minden esetben, hogy mely iskolákhoz állnak polgárőrök, rendőrök, közterületfelügyelők, segítik a közlekedést elsősorban, illetve azt tudni kell, hogy a 2012-es évi 120-as törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az iskola kerülőket is valamilyen szinten figyeljük, illetve hát arra szorítsuk, hogy mégiscsak az iskolákba töltsék a fiatalok az idejüket, ne az utcán. Hogyan történt a kapcsolatfelvétel az iskola igazgatókkal, hogyan értesülnek róla, mi a polgárőröknek, közterületfelügyelőknek a feladata, és hogyan vehetik önöket igénybe? Közterületfelügyelet vezetőként megkerestem minden intézményt a 6. kerületben, és tájékoztattam őket, hogy szívesen állunk rendelkezésre, beszéljük meg azt, hogy ők miben látják a lehetőséget, hogy miben tudunk legjobban segíteni. Általában a reggeli iskolakezdéskor szokták, a fél 8-4-9-es időszakban, illetve amikor a gyermekek elhagyják az iskolát. Tehát két időpontban próbálunk az iskoláknál jelen lenni, és biztosítani azt, hogy a biztonságos közlekedés a gyermekek számára megvalósítható legyen. Kik a veszélyeztetebbek? A kicsik vagy az idősebbek? Én azt gondolom, hogy a kamaszok. A kicsik még fegyelmezettebbek, őket ugye elméletileg a szülők elkísérik a kapuig, nem csak kidobják a kocsiból, inkább a kamaszok, hiszen ők azt gondolják, hogy nekik már mindent szabad, ők mindent tudnak, ők törhetetlenek, és ebből sajnos szoktak problémák adódni. Milyen típusú veszélyeknek vannak kitéve a gyerekek? Nagyon sokfélének. Én azért azt gondolom, hogy nem csak a közlekedési szabályokat kell betartani, hanem itt a szülőknek a figyelmét is fel szeretnénk hívni arról, hogy nem mindegy, hogy milyen telefont, milyen ékszereket, milyen eszközöket adnak a gyermekek kezébe, hiszen nagyon sokszor, és nemrégében volt erre egy eset, kikapják a telefont a kezébe. Ez a jobbik eset. De amikor a kisgyermeket azért, vagy egy kamaszt is elkezdenek fenyegetni, hogy elveszik tőle azt a bizonyos eszközt, ő azért nagyon meg tud rémülni. Én minden esetben azt javaslom, kiabáljon és fusson, adja oda. Tehát én azt gondolom, hogy egy telefon az bármikor pótolható egy gyermekben, esetkár semmiképpen. A gyerekekre jellemző, hogy szeretik mutogatni az értékeiket? Természetesen, hiszen fel szeretnek vágni, hogy nekik mennyire menő holmiaik vannak. Én azt gondolom, hogy ezt otthon a lakásban, gyöngyabaráti társaságban meg lehet tenni, nem feltétlenül az iskola és a környéke erre a legmegfelelőbb. Ugyanakkor beszélgettünk a veszélyekről még, én azt gondolom, hogy főleg iskolakezdéskört azért a különböző tablettákat ajánló egyedek, illetve olyan emberek, akik elhívják a gyerekeket, ilyenek is megjelennek. Szülők felelősségét tudom itt is elsősorban mondani, hogy meg kell tanítani, hogy nem. Hiába mennek oda hozzá, hogy de anyukám küldött, nem. ő nagyon jól tudja, hogy ki az, aki tőle bármit elfogadhat, nem szabad ezeknek az embereknek szót fogadni, nem kell elfogadni tőlük semmit, hiszen ezek az emberek általában ingyen adják ezeket a szereket, pontosan azért, hogy a gyermekeket rászoktassák. És utána tehát ez a drogbeltetés magyarán, és ez egészen kiskortól elkezdődik nagyon, már. Igen. Sajnos nagyon-nagyon szomorú tapasztalatok vannak, hogy ez az időszak, amit gondoltuk, hogy mondjuk középiskolára jellemző, már nem. Már sajnos az alsó tagozatban is lehet tapasztalni ilyet. Egyébként a gyerekeknél azt gondolom, hogy amellett, hogy a közterületfelügyelők és a polgárőrök segítségét igénybe tudják venni, azért nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljanak egy-egy úgynevezett hívószót, amit csak az szülei, illetve ők tudnak. És akkor azt meg kell kérdezni attól az idegentől, most ez egy filmből jutott az eszembe, de egyébként jó és talán ide tartozik, hogy azt mondja annak, aki édességgel kínálta meg, hogy ha az anyám küldött, akkor mi a hívószó? Nem fogja tudni, akkor a gyerek tudja, hogy nem a szüleitől származik az információ, hogy gyere, mert megmutatok valamit, vagy anyukát küldött, mert beteg. Az az idegen azt tudni fogja a hívószót, én azt gondolom, hogyha jó szándékkal megy. Így van, és ilyen esetekben minden iskolában van iskolarendőr. Ez is egy nagyon fontos dolog. Ki van helyezve minden iskolában az elérhetősége. Tehát ilyen esetben akár rendőrhöz a gyermek, közterületfelügyelőhöz, polgárőrhöz nyugodtan menjen oda és kérjen segítséget. Én azt gondolom, hogy ilyen esetben maximálisan megpróbálunk mellettük állni. Hogyan tudnak a közterületfelügyelők vagy a polgárőrök a rendőrök mellett, vagy a rendőrök nélkül is önállóan cselekedni? Mi a hatáskörük? Teljesen más a két szervezetnek. A polgárőrség az egy teljesen önként létrejövő szervezet, ők szabad idejükből, és azt nagyon fontos hangsúlyozni, látják el ezeket a feladatokat hivatástudatból. Ők közfeladatot ellátó személyként működnek, míg a közterületfelügyelő és hivatalos személy. Tehát neki már van joga igazoltatásra, személyigazolvány elkérésére. Adott esetben ugye hívhat, mind a két szervezet hívhat segítséget a rendőrség személyében, de mondjuk a közterületfelügyelő igazoltathat, adott esetben visszatarthatja azt a szemét, akit úgy gondolja, hogy tetten ért. Mennyire alapozódott meg a közterületfelügyelőknek a tekintélye? Mert azért egy pár évvel ezelőtt ugye közterületfelügyelőkről nem a legjobb vélemény volt. Változott-e ez? Én remélem, hogy már változott. Próbálunk egy abszolút lakosságbarát szemléletű felügyeletet kialakítani. Én mindig kérem a kollégáimat, hogy segítségnyújtásban is abszolút részt vegyenek. Nemrégiben volt egy kerékpárregisztráció, ami ugye folyamatos a rendőrség által. Ott is megjelentünk, ott is próbáltunk segítséget nyújtani. Kipróbálhatták a Pápa-mobilt is a gyerekek, ugye, hogy a köznép elnevezte az elektromos autónkat. Mi azt gondoljuk, hogy abszolút a lakossági bejelentésekre minden esetben reagálunk. Tehát ha bejelentés érkezik, hogy gyanús személyt látnak, vagy esetleg olyan útburkolati hibát észlelnek, arra megpróbálunk mindenképpen reagálni. Említette, hogy együtt dolgoznak nem csak a rendőrséggel, hanem egy másik szervezettel, a polgárőrséggel. Milyen a 6. kerületi polgárőrséggel a kapcsolat, és van-e elég polgárőrünk? A kapcsolat köszönjük szépen jó, én azt gondolom, hogy bármiben kérjük a segítségüket, ők maximálisan mellettünk állnak, akár járőrözésben, akár bármiféle segítségben. Toborozni szeretnénk. Mint polgárőröket, egyébként közterületfelügyelőket is, akik hivatástudatból szeretnének ezt a feladatot ellátni. A polgárőrség minél többen vagyunk, annál jobban tudjuk ellátni ezeket a feladatokat. Telefonszámom van, ezt lehet, mondhatom? Igen, nyugodtan. Ez egy 30-as, a 621-22-81-es, az Egyesület vezetője Szenderák Attila úr, és ő fogadja ezeket a hívásokat. Bárki, aki úgy érzi, hogy szabad idejéből szívesen részt vesz a köz érdekében, a köznek a munkájáért, akkor őket ott szeretettel várjuk. Nem olyan rég volt itt a polgárőrségnek a vezetője, azt hiszem, hogy talán az Erzsébet városi polgárőrség egy picit fejlettebben működik, ehhez kapcsolódik majd a 6. kerület is be, egyenruhával, autóval, tehát nagyon jól felszerelt, megkülönböztető jelzésekkel ellátott tevékeny, belebonyolottam már. Szóval meg lehet különböztetni, hogy ki a polgárőr, és ki mondja esetleg magáról azt, hogy polgárőr. De miknek kell megfelelni a polgárőröknek? Mert lehet, hogy valaki egy jó hecből azt gondolja, hogy én polgárőrnek elmegyek, aztán majd szivatok mindenkit. Ez is lehet egy álláspont, aztán hát sok minden. De gondolom, hogy itt is van valamilyen teszt, amin át kell menni hozzá. Természetesen van, és ez nem Rambó képző, ahogy mi szoktuk hívni. 18 évet betöltött magyar állampolgár Bár változott már a törvény, ifjú polgárőrt is be lehet vonni, de ebbe a tevékenységben azt gondolom, hogy inkább a felnőtteket várjuk. Büntetlen elméletűnek kell lennie. Van egy elmélet és egy gyakorlati képzés, ebből vizsgázni kell. Elméletileg a polgárőr törvényt kell ismerni, és ott már ott tudja meg, hogy mi a jogosultsága. Ha ennek eleget tesz, akkor van egy próbaidő, és utána válhat teljes jogú tagjává az Egyesületnek. Vizsgázni kell. Mennyire komoly ez a vizsga, mennyire komoly a felkészülés? A Budapesti Polgárőr Szövetség erre igen nagy hangsúlyt fektet minden esetben. A önképzésen túl órákat is vesznek a polgárőrök, hiszen úgy lehet, a kommunikáció kapcsán lehet legjobban megtanulni azt, hogy mint és hogyan működik ez a történet. Amikor valaki elvégezte a polgárőr tanfolyamot, hogyha így lehet nevezni, akkor utána a szabadidejét feláldozhatja arra, hogy a közért jót cselekedjen. Meg be van-e határozva az, hogy ennek mennyinek kell lenni havonta, évente, hány órának, hol kell szolgálatot teljesítenie? Legyen ez nappal, éjszaka, stb. Milyen rendszer szerint működik? Attól függ, hogy az Egyesület melyik szervezettel kötött együttműködési megállapodást, ugye a rendőrkapitányságokkal kötünk általában, jelen esetben ugye a 6. kerület területén lát el szolgálatot a polgárőr. Gyakorlat. Tehát én mindig abban hiszek, hogy kint az utcán tanulja meg, hogy mihez van joga, mire van lehetősége, és meddig mehet el. Tehát itt igazoltatásról nincs szó, adatokkal való visszaéléssel nincs szó. Nagyon sokszor megpróbálnak minket beskatujázni, hogy mit tényleg rendőr próbál játszani, a polgárőr, erről szó sincs. Tényleg nincs kötve az, hogy hány óra. Mindig azt mondom, hogy mindenki meg szokta találni azt a feladatot magának, és ez lehet adminisztrációs tevékenység is akár, vagy Terézvárosra nem jellemző, de egy környezetvédelmi tevékenység, vagy egy lovasszolgálat, ahol ő megtalálja saját magát, vagy rendezvénybiztosításokban. Tehát van nagyon sok szegmense a polgárőrségnek is abban a tekintetben, hogy megtalálhassa azt a területet, ahol szívesen tevékenykedik. Térjünk vissza az iskolák, illetve az óvodák környékére, mert természetesen gondolom az óvodák környéke bár kevésbé beszélyeztetett, mert ott az gyerekek egyáltalán nem egyedül közlekednek, de ettől függetlenül azért jobb félni, mint megijedni. Tehát a polgárőrök hogyan kapcsolódnak bele a közterület munkájába az iskolák mellett? Ők is ugyanúgy járőröznek a területeken, tehát gépjárművel, robogóval, biciklivel, gyalogosan járják a kerület utcáit, és megfelelő észleléseket tapasztalnak. Ezt továbbítják a rendőrség vele. Általában azért az említett Erzsébet városi polgárőrség tevékenykedik azért itt a kerületben. Ők a rendőrséggel közösen részt vesznek az akciókban is, és minden tekintetben nagyon jó a kommunikációs kapcsolat köztük. Hány főre lenne szükség ahhoz, hogy önállóan tudjunk tevékenykedni itt Terézvárosban? Én azt gondolom, hogy nem a létszám a függő. Tehát egy egyesület létrehozásához 10 fő szükséges, tehát előírja a civil törvény. Ebben az esetben viszont azt gondolom, hogy olyan emberekre van szükség, akik megfelelő hivatástudattal látják el ezt. Ez lehet 2, 3, annyival már többen vagyunk. Azt szoktam mondani, hogy, azt szokták mondani, hogy egy fecske nem csinál nyarat, én meg azt szoktam mondani, hogy fecske nélkül nincs nyár. Ez nagyon-nagyon aranyos. Utolsó perchez érkeztünk. Az előbb említett, hogy nem csak polgárőre lenne szükség még, hanem közterület-felügyelőre is. Ez azt jelenti, hogy vannak betöltetlen közterület-felügyelői állások? Igen, jelenleg is fut egy pályázati hirdetés az önkormányzat honlapján, és szeretettel várjuk azt, aki ebben a tevékenységben szeretne részt venni. Kötelező-e olyannak lenni a jelentkezőnek, mert hát ha valakinek állást tudnánk biztosítani, vagy lehetőséget, kötelező-e, hogy már végzett közterületfelügyeleti vizsgája legyen, vagy pedig gyakorlat után, illetve elmélet után kaphat állást? Több lehetőség van. Jegyző úrral jelenleg beszélünk meg egy olyan szituációt, hogy megpróbáljuk azokat a fiatalokat, érettségire készülőket is bevonni ebbe a tevékenységbe, akik ezután a közterületfelügyeleti pályát válasszák, és akkor gyakorlati időiket eltöltve nálunk állást is kaphatnak egy adott esetben. Reméljük, hogy sokan hallották a felhívásokat, vigyázzanak nagyon a gyermekeikre, a gyermekek vigyázzanak az értékeikre, ne legyenek felhívóak vagy kihívóak azok a tárgyak, amiket visznek magukra, és számíthatnak ezentúl is nem csak a rendőrség, hanem a polgárőrség és a közterületfelügyelők segítségére is az iskolák mellett. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.